A gomb volt a fő bizonyítékod. És közben lenyelted az FBI jelentést. Az azonosítást pedig egy hisztérikus nő végezte egy kémlelő lyukon keresztül. Vagyis minden vádpont elesik. De ha még bűnös volna is, mi lett volna a vétke? Hogy egy pár mocskos szót vetett oda egy nőnek? Mi? Nézd, te a fiút ártatlannak tartod, én bűnösnek. Magadnak se vallhatod be, hogy ártatlan. Akarod tudni miért? Mert akkor el kéne ismerned, mennyire romlott vagy valójában. Nekünk nincs már több szavunk egymáshoz. A megfelelő ember a megfelelő helyen. Nincsenek illúzióim az emberi fajról. De hogy ilyen piszkos munkára is képesek legyenek, az meglep. És tudod, mi a legszomorúbb? Hogy semmi rosszat nem látnak benne. És most mi lesz? Nem tudom. Megpróbálják rád bizonyítani, hogy bűnös vagy. Mert ha nem, oda a presztízsük. Hello. Hello. Jó lesz sietni, a bíró már benne van. Nem tudom megszokni, hogy esőben is viseljem. Hello, Louis. Hello. Hogy vagy? Jó napot. Te még tudsz köszönni neki? Ő is csak megpróbál előre jutni. Oda, Louis. Oda. Hello, Jack. Hello. Ugyanazokat a régi tanukat citálták be. Meg akart erőszakolni. Ő tudja. Én is tudom, és a jó Isten is tudja. Black a 10 kitüntetéséről beszélt. Giacarino vonakodva és ízléstelenül próbált újra mocskolódni, de már senki se törődött vele, már nem volt zsúfolt a tárgyalóterem. És azt hiszem, senki sem hitt már igazában Louis Humes bűnösségében. Márpedig bűnösnek kellett nyilvánítani bizonyos tekintélyek védelmében. Olyan volt az egész, mintha ott valamennyien alvajárók lettünk volna, szemlélői valamilyen félelmetes színjátéknak, ami már senkit sem érdekel. Louis Humes nemi erőszak megkísérléséért bűnösnek találták. Büntetés 5-10 év. De én nem csináltam semmit. Akkor világosodott meg bennem, mit értett azon Jake Winehouse, mikor azt mondta, ahol nincs igazság, ott urrá lesz az erőszak.